Sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit egy újabb focis témájú videóban. A topligákról lesz, lesz most szó, és a magyar bajnokságról. Ugye tudjuk, hogy a magyar bajnokságban már eldölt a bajnoki címnek a sorsa, viszont még így az utolsó két fordulóra azért tart izgalmakat nekünk az OTP Bank Liga. De nézzük meg, hogy más máshol mi a helyzet. Annyit elárulhatok, de hát ezt szerintem ti is tudjátok, hogy most jelen pillanatban, április 27-én még papíron matematikailag az összes topliga nyitott. Az már más kérdés, hogy vannak olyan bajnokságok, ahol már szinte eldőlt az egész, tehát már csak az kell, hogy gyűjtsön még néhány pontot egy csapat, de még gyakorlatilag sehol nem dőlt el semmi. Úgyhogy nézzük is meg, egyébként kezdjük az OTP Bank ligával, mondjuk jó, azt tudom, hogy nem több bajnokság, de azért nézzük meg, hogy akkor itt mi a helyzet. Ugye a Ferencváros behúzta az idei bajnoki ö, címet, illetve hát behúzta az idei bajnokságot, a Budafok az már tutira kiesett, ezt már tudjuk, és Györnek <laughs> még lehet akkor a mázlia, hogy bent marad az NB1-ben. A legutóbbi öt mérkőzésükből hármat megnyertek, a Honvédnál már egy kicsit ö, csúnyább a kép, ott két veresség és egy döntetlen, és a következő mérkőzés a Budafok ellen fog játszani a Honvéd, hát ö, igazából a Budafoknak, mivel már vesz, veszíteni valója abszolút nincsen, mindent ö, egy lapra feltéve, hogy egy kicsit... Ö, jobban zárják ezt a bajnoki kiírást, lehet, hogy lehet, hogy meglepik majd a Honvédot, és az Újpest ellen játszik majd a, a DVTK, az se lehetetlen feladat. Még a Zalaegerszeg esetleg kieshet, ugye, hogyha jól nézem, igen, még ők esetleg kieshetnek, de szerintem ők már nem fognak. Itt a Diósgyőr és a Honvéd között fog úgy érzem, hogy eldőlni a bajnoki, a másik kiesőnek a, a sorsa. Na most a Puskás Akadémia még lehet harmadik, de szerintem nem lesznek, mert gyakorlatilag a két fennmaradó mérkőzésből, ha az egyiket biztosan behúzzák, akkor megvan a másik hely. A fehér várnak már egy kicsit rosszabb a szitú, mert ö, ö, a paks nagyon jó formában van, Hány Jánossal, Hány János segítségével, és a következő két forduló, és ugye játszanak, ja, a Paks Puskás Akadémia, hát a Paksnak az össze kell kapnia majd a komagát, még akár a Paks felérhet a harmadik helyre. Úgyhogy érdekes. A középmezőnyben egyébként sok újdonság nincsen, úgyhogy mehetünk is tovább szerintem a következő bajnokságra, nézzük a Bundesligát, hogy hogyan áll most. Ami azt illeti, a Bayern München, itt hány forduló van? Itt 34 forduló, tehát gyakorlatilag három forduló. És 7 pont az előnye a Bayernnek. Ez már mondhatjuk azt, hogy megvan. Ami nagyon jó, hogy a Lipcse, ahol ugye három magyar játékos is van, ugye? Igen. Szoboszlai, Gulácsi és Orbán Vili. Jelenleg a másik helyen van, és már nagyon nem beszélyezteti ezt semmi. Azért persze számoltunk az, hogy a Lipcsa a következő három fordulóban kikap, a Wolfsburg meg megnyeri mind a három mérkőzését, és akkor ö, esetleg meg tudja előzni még a lipcsét, de szerintem ez nem fog bekövetkezni. Frankfurt az ö, ö, nagyon szépen szerepelt idén is. Negyedik helyen vannak jelenleg Dortmund, hát egy kicsit, ö, kicsit talán csalódás. De a legnagyobb csalódás a tabella legaján látható a sálke. És az a helyzet, hogy abszolút nem tudom őket sajnálni. Mert itt nem arról van szó, hogy, hogy öm, épp hogy csak kiesnek. Mert akkor azt mondom, hogy hát jó, a sárk az az elmúlt években szépen így csúszott lefele, persze, de hogyha most mit tudom, hogy 16. helyen lennének, és ugye osztályozót kéne játszanunk, akkor azt mondanám, hogy hát jó, rendben van, de 30 fordul alatt két győzelem, és ami a legdurvább, 18 rugott gólal, egyszerűen nem lehet és nem szabad benn maradni egy Bundesliga-on, úgyhogy a Fideszén sálke, reméljük jövőre jobbak lesztek a, a Bundesliga 2-ben, és akkor esetleg visszajuttak. Széria A, erre nagyon szeretek mostanában ránézni el erre a tabellára, ugyanis az Inter vezet jelen pillanatban, és 11, ugye? 11 pont az előnye az Atalantával szemben. Még itt is izgalmasan alakul, de szerintem nem az Internek a, a győzelme lesz a kérdés, hanem az, hogy másik, harmadik, negyedik, ötödik helyen kikérnek célba, sőt, még akár a Láció is közbeszólhatott a, a a helyekért folytató csatába, mert ők ugye egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, és kivel játszanak, majd a genoa játszanak, az be lehet húzni, akkor az 3.64 pont, még nem lesznek annyira lemaradva, és akár még a harmadik helyre is beérhetnek. A Juventus az idén egy kicsi csalódás, de ugye a játékos kerethez komolyabban nem volt hozzá, és itt lehet ugye mondani, hogy Cristiano Ronaldo telt arról, hogy most ugye hogy nem tud fejlődni a Juventus, szerintem amúgy nem erről van szó de lényegtelen. A kiesőkkel ne törődjünk, mert igazából az, ebbe túl nagy meglepetés nincsen, és én nagyon remélem, hogy az Inter be fogja hozni, vagy be fogja húzni a széria át. Nézzük a Laligát, hát ez egyébként a legkérdésesebb még, mert jelen pillanatban, akárhogyan nézzük, négy csapat is megszerezheti még a bajnoki címet. Szóval az Atletico Madrid vezet jelen pillanatban, 33 forduló után, másik a Real Madrid, Barcelona a harmadik, de egyel kevesebbet játszott, most számoljuk azt oda, mert a Barcelona a Granada ellen játszik majd 29-én, az 3 pont, akkor az 74 pont, akkor átveszik viszont a, a vezetést, és akkor akár, hogy a még van 5 fordul, és teljesen nyílt sisakos még a, a La Liga. És még akár az is megtörténhet, hogy, mert a Sevillának néztem egyébként a programját, és ö, a Real madrid még játszik majd, de a többiek ellen már nem, hogyha esetleg a Sevilla azt behúzza, és utána atletik Bilbao, meg ilyen Osasun, meg tököm tudja, ki kellene fognak játszani, ha azokat behúzza, akkor nagy valószínűséggel még a Sevilla is megnyerheti a bajnokságot, sőt, akkor nagy valószínűséggel ők nyerik meg, mert a, a Barcelonánál én, én sanszosnak látom, hogy akár még egy ilyen gyengébb mérkőzés, hogy még lesz egy gyengébb mérkőzésük, vagy akár kettő. Rám, Madrid is, ott is még benne lehet a dologban, Atletico Madrid. Hát nem tudom, az ilyen különböző szavazásokon azt mondják, hogy a Barcelona fogja nyerni a bajnokságot. Egyébként. Ha azt nézzük, még talán nekik lehet a legtöbb esélyük. De én, én megmondom a frankot, most abban bízok, hogy a Sevilla fog odaérni. a Real Madrid az Real Madrid, tehát mindig ott lesz a top 3 -ban. De a Sevillának most nagyon nagy sansza van arra, hogy, hú, nem is tudom, mikor voltak utoljára bajnokok, vagy, vagy hogy egyáltalán voltak -e ők bajnokok, de nagyon nagy esélyük lehet arra, hogy most megmutassák, hogy mire képesek, és behúzzák a Ligát. És akkor következzen a Premier League ott hogyan állnak a csapatok. Hát itt már igazából a Manchester City, de ezt már, ezt már korábban is mondtam, hogy a Manchester City az már megnyerte, tehát ez már fél távnál látszódott nagyjából, hogy a Manchester City behúzta a bajnokságot, még egyelőre egyébként euh, papíron nem nyerték meg, de nem hiszem azt egyébként, hogy itt a Manchester United vagy a Leicester City bele fog tudni ebbe az egészbe szólni. Nagyon örülök annak, hogy a Manchester ott van a másik helyen, és hosszú évek után ez egy, ez egy hát sokkal korrektebb eredmény, és akár jövőre már tényleg fel tudják venni a harcot majd a Manchester City-vel. A Liverpool az ugye idén, idén nagy csalódás, de szerintem ő annyira őket se kell félteni, ez egy, ez egy szarabb év. A Tottenham, ugye arról beszéltem múltkor a, a José mourinho videóban, hogy ott mi a helyzet. A kiesők hát a Sheffield United, hát ugye tavaly nagyon jól szerepeltek, idén meg 33 mérkőzés alatt 5 győzelem, 2 döntetlen, 26 vereség, 18 rúgott gól és 56 kapott gól. Hát így nem lehet benn maradni, ugyanúgy, mint a sák esetében, így nem lehet benn maradni, de ez, ez, kevésbé meglepő talán. És akkor még vegyük ide a topligák közé mondjuk a portugál bajnokságot, hogy ott hogyan állnak. Hát igen, itt is izgalmas befutó lesz, ugye itt 34 forduló van, és ez azt jelenti, hogy még 5 forduló van hátra. A Sporting vezet, nagyon örülök neki, hogy a Sporting vezet jelen pillanatban. Igaz, csak 6 ponttal vezettek ők 10 ponttal is, de hogyha megnézitek, ugye a Porto a legutóbbi 5 mérkőzéséből 4-et megnyert, és volt egy döntetlen. A Sporting az 3 döntetlen és 2 győzelem. Hát a sportingnak össze kell kapnia magát, nem szabad, hogy kiengedjék a kezükből, mert ez, 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 egy nagyon nagy dolog lenne. Nekik következő fordulóban a bajnokság utolsó helyezetje ellen játsznak majd. Hát nagyon remélem, hogy a sportingnak össze fog idén a bajnoki cím. Nagyon, de nagyon. És akkor megnézzük nézzük meg, hogy mi a helyzet most jelen pillanatban a franciáknál. Érdekes, hogy nem a PSG vezet, és még a Monaco is odaérhet. A Lyon, hát... Egy a fene még még, még talán ők is, de, de a Lille, hogyha nagyon ügyesen csinálják a dolgokat, akkor, akkor behúzhatják a bajnokságot, és ez egy hatalmas nagy szúrás lesz a PSG-nek, amely ugye egyeduralkodó volt hosszú éveken keresztül most a, a francia első osztályban, de még akár a harmadik helyre is leszorulnak, ami viszont csak bajnokok se selejtező lenne a PSG-nek. Hát majd meglátjuk. Én nagyon remélem, hogy a Lille behúzza. Megérdemelnék. Hosszú éveken keresztül ők is erre vágytak, hogy végre bajnokok lehessenek. Azt hiszem, talán régebben egyszer-kétszer voltak bajnokok, de erre várnak már hosszú évek óta, úgyhogy szerintem abszolút megérdemelnék. A Monaco is ugye honnan küzdötte vissza magát, volt nagyon jó időszakuk, amikor a, a PSG-vel felvették a harcot, aztán ugye visszacsúsztak, aztán most megint jók lettek, úgyhogy én szurkolok nekik is. Mondjuk francia bajnokság annyira nem szoktam nézni. Ennyit szerettem volna ebben a videóban. Ti hogyan látjátok ezeket a bajnokságokat, írjátok le Ö... kommentben. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, sziasztok!